Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csak az öveket és tűnt be a Parallaxisba. Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Média bemutatja. És most, most van az, hogy nem fogok mondani semmi csúnyát, mert ez van, hogy mostanában azt vettem észre, hogy mindig úgy kezdődik a parallax is, hogy elé van vágva, hogy mondok valami ótvart nagy trágárságot, és akkor rögtön így tessék, már meg sem merem osztani a saját podcastjainkat, mert rögtön elindítja a user, és rögtön, rögtön, ott van, hogy, hogy izé, mit mondott már megint a... És aztán, ugye, és akkor abból lesznek kis extrák, hogy, hogy, hogy mert megint csúnyán beszélt a fizikus. Tudományos és fantasztikus élmények Klaudiával, aki hitoktató, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a is az mb Media tudományos és fantasztikus podcastje. Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Parallax és 63. része a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás, és természetesen itt vannak velem állandó beszélgető társai, mi van is régál Claudia, a Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagja. Szia, Clou. Sziasztok! És Vince Miklós fizikus, az mta elméleti fizikai kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa. Szia, Miki! Sziasztok! Na hát el kell mondanom a hallgatóknak, a Miklós várta ezt az adást szerintem a legjobban, hogy végre az 1998-as godzilla beszélhetjük ki, Roland Emeriknek a filmjét, tele van olyan tudománytalansággal, ami hát azért megéri ezt a műsort, hogy mi kibeszéljük ezt a filmet, úgyhogy... Ja, hogy már így mondtad, hogy mi kibeszéljük, érted? Van egy csernobilos rész az elején, ugye azért ez a film, az 1998-as. Tehát akár urbán legendzek, akár, akár valóságos tények, azért egy kicsit más megvilágításba voltak a 90-es évek végén, mint most. Azért most már jóval többet tudunk, mint csernobilról, mint az atomkatasztrófáról. Ott azért a kukaszokat vizsgál Dr. Tatopoulos, ugye, akinek ugye a magyar, hangja lipai László nemrég hunyt el, sajnos menjünk is, csapjunk is bele. Ennek van valamennyi valóság alapja? Lehet elérni sugárzással bármiféle növekedést, akár mint Godzilla esetében, vagy akár ugye gamma sugárzás esetében, ugye Amerika kapitányról beszélünk, szóval valahogy az emberiség szereti, hogy ezt, ha a besugárzok valakit, vagy valamit, akkor, akkor abból jó is kisülhet, nem csak rossz. Hát igen, ez egy érdekes kérdés, hogy, el, hogy, hogy mit, mit művel egyébként ez a, amikor mondjuk valakit kiteszünk, vagy valamit kiteszünk radio, radioaktív sugárzásnak. Hát ugye itt az ötlet az, hogy vannak a, a sugárbetegség és egyéb dolgokon kívül, amit annak idején elég részletesen kibeszéltünk éppen a Csernobil sorozatról szóló adásunkban, még a Parallaxis hőskorában tulajdonképpen, amikor az HBO-n kijött ez a sorozat. Na most azon túl ugye itt vannak a genetikai hatások, amikre rákérdezel, tehát az, hogy, hogy, hogy konkrétan, amikor bejön valamiféle sugárzás, az módosíthatja-e úgy a génállományt, hogy az olyan mutáció eredményez, ami továbbadódik, és esetleg előnyös mutáció. Hát természetesen, ugye itt véletlenszerű mutációkról beszélünk, természetesen elképzelhető olyan mutáció, ami éppen a méretet befolyásolja, persze, de ugye az, azt kell megérteni, hogy ez véletlenszerű mutáció. Tehát nem az van, hogy tehát nem állítható ilyen hatás, amire egyébként eléggé utal a film, hogy, hogy, mondjuk olyan mutációk történnek, Rendszeri, mármint rendszer szerűen, hogyha valamit besugárzol, akkor azok nagyobbak lesznek. Ugye ez a görög nevű fickó, ez ugye olyan dumákat mond az elején, amikor méltatlankodik, hogy miért előtt az amerikai katonák a világ végére szakérteni, hogy éppen emiatt kellett ott hagyni ugye a Csernobili lezárt övezetet, mert ott olyan férgeket talált, amik 17%-kal nagyobbak, mint, 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 az átlag, és hogy éde érdekes, és hogy ő ezt egyértelműen sugárzással kapcsolatos mutációval hozza összefüggésbe. Én nem tudok arról, hogy ennek lenne tudományos alapja, de semmiféleképpen nem tudománytalan, miért pont ilyen mutáció ne jöhetne létre. Természetesen én is létrejöhet, de mondom meg egyszer, hogy itt véletlenszerű mutációkra kell gyanakodni. Tehát az, hogy mit tudom én, mit tudom én, két fejjel születik egy kis csirke, az például ugyanúgy előfordulhat, mint az, hogy nagyobb lesz, vagy hogy éppen kisebb. Nem, nem, nem hiszem, hogy létezne olyan hatás, ami azt mondja, hogy a sugárzás miatt konkrétan nagyobbra nőnek az élőlények. Annak ellenére, hogy popkulturális vonalon ez nagyon sokszor megjelenik. Tehát egyáltalán nem a, a godzilla az egyetlen utalás erre. Ugye maga a godzilla történet, persze, ha megnézzük, megnézzük hogy, hogy Japánban ez, hogy az 50-es években jelent meg egy olyan Japánban, ami az egyetlen országként élte át a második világháborúban azt, hogy tényleg bevetettek ellene nukleáris fegyvert, nem is egyszer, hanem kétszer. És emiatt aztán persze egy trauma feldolgozása ez a japán társadalomban, hogy, hogy, hogy mi, mi, mi ez a radioaktív dolog. És, és emiatt lényegében úgy jelenik meg az eredeti Godzilla, vagy Godzilla ebben a valamiben, az eredeti képregényekben, meg eredeti japán filmekben, mint, mint maga, egy, lényegében mint egy élő nukleáris fegyver, ugyanis godzilla egy nagyon fontos feature -e az, hogy, hogy konkrétan radioaktív sugárzás jön ki a száján, tehát egy célzott sugárnyalábbal. Igen, ez a 98-as filmben ez nincs benne. Ez de... nincs benne, de, ez egy, de hát ugye az, az az ős Godzilla rajongók, akik nyilván léteznek Japánon kívül is, azok emiatt nagyon megvetik ezt a 98-as adaptációt. Tehát, hogy, hogy ráadásul, csak, ezt csak azért mondom, mert azért tartozik ide a témához, hogy ilyen aztán meg végképp nincs. Na ez tök tudománytalan viszont, hogy onnantól kezdve adnak a lénynek kb. a lételeme lesz a radioaktív sugárzás, és radioaktív cuccokat akar enni az igazi Godzilla, illetve radioaktív Tüzet okád, tulajdonképpen az igazi Godzilla. Na, e, tehát, hogy mondom, ez nincs benne annyira a filmben, de az eredetiben benne van ez, hogy lényegében ettől a sugárzástól, ami őt érte kiskorában, bár a film, bár nem biztos, hogy a japánoknál is ez az eredet története az eredeti Godzillának, de ez biztos, hogy ilyen nincs. Tehát, ilyen, hogy átörökítve sugárzol te magad, és emiatt aztán sugárzási kockázatot jelentesz, például a radioaktív tűz jön a szádból ki, az például száz százalék tudománytalan. Az, hogy lehetnek éppen nagyobbak a lények, sugárzás kiváltotta véletlen mutáció hatására, az ezt előfordulhat. Mielőtt folytatnánk, kizárom a macskát, mert nem lehet vele bírni. Pillanat. Pedig direkt igyekeztem annyira hosszan dumálni, a, az volt az oka, hogy a macska ott közben konszolidálódjon. Szegény? Komolyan? Szegény cica. Becsukta az ajtót. És mi van? És a cica WC, az bent van a szobában? A, mi lesz azzal a macskával, hogyha WC-re vécér, kell mennie? Kint, bont, van... kint van a WC. Akkor jó. jó. Van. Okay. Akkor nem jelentelek föl az állati jogok. Okay. Na, ez a macska annyira szeretve van, hogy itt nincs is sok rá. Tényleg úgy ugrálunk, hogy ő fütyül. Claudia? Te Igen. nálad hol helyezkedik el ez a Gary színész nélküli Godzilla? Őszinte leszek nekem valahol az, 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 eredeti King Kong film mellett. Tehát nekem ez, de szerintem ez csak azért, mert annyira egy időben láttam a két filmet, szerintem valami olyasmi lehetett, azt tudom, hogy tévében láttam mind a kettőt, és szerintem valami olyasmi lehetett, hogy a, a, az egyik adó leadta egyik héten a, a Godzilla-t, ezt az 98-as godzilla a másik adó meg leadta következő naptalán, talán a King Kongot, ugye ez a, ez a rivális, hogy na, akkor most ö, leadunk egy két hasonló szörnyfilmet, és akkor melyik ö, csatornán melyik filmet fogják többen ugye nézni, és, és az a... Azt... De film, ez bocsáss meg! Igazából? Hát szerintem, szerint, nekem ez szörnyfilm. Nekem ez szörnyfilm. Nekem ez az. Tehát végülis egy szörny van benne. hogy nyilván egy túl méretezett leguán, de attól az már szerintem szörny. De számomra ez szörnyfilm. Ugyanugyan de miért, miért ne is. lenne szörnyfilm? Ezt nem is értem. Nem tudom, mert, mert a, 98-as godzilla én nem nagyon érzem azt a, szörny párhuzamot például. Tehát, hogy egy kicsit inkább a, Jurassic Park második része ugrik be. Nekem, amikor ugye elviszik a t meg a gyerekét oda a, a városba, gondolom New Yorkba, nem tudom már, és, San és Diego. Ott, San Diego az a nyugat. A, nyugati part. Minden tudtak, el, elviszik őket, elviszik őket, és akkor ott ugye a városba megy a törés zúzás. Hát körülbelül én az ugyanígy élem De ott el... a Spielberg utal is a godzilla egyébként. Igen. Azt tudod, van az a kép, amikor megy a t és akkor ott szaladnak ki, és ilyen japánok és hátra néznek, amiközben menekülnek a San diego az, az elvileg egy egyértelmű ilyen tiszteletadás, a japán Godzilla film, akkor még ugye nem létezett, ugye 97-es a Jurassic Park 2, 98-es az amerikai Godzilla, akkor még nem létezett az amerikai Godzilla, hogy a Spielberg éppen ezzel utal a japán franchise-ra. Egyébként nekem, és itt a műsor felvétel előtt mondtam is Miklósnak, hogy erről feltétlenül szeretnék beszélgetni. Mert nekem az egész 98-as Godzilla filmben egy valami van, ami. Nekem így az első pillanattól kezdve bassza a csőröm, az, az konkrétan az, hogy hogy, hogy a picsába nem szakad be a városnak a tehát az út út a Godzilla alatt. Ez egy több tonnás szörny, ha már szörnyfilm. Szóval egy több tonnás szörny, aki, aki ott, ott New York utcáin, de, de tehát itt ki van írva egy csomó helyről, hogy két tonnával fölött már nem lehet behajtani, mert beszakad az útburkolat, ő meg ott a járkál. Nyilván ez egy film, de... És ez az egyetlen kérdés, ami felmerült benne. Igen, hogy igen. Én nem ezt elfogadom. teljesen akkurátus. Mert én ezt elfogadom, hogy van egy ilyen Godzilla lény. Szerintem szerintem elfogadhatjuk azt, vagy nyitottan kezelhetjük azt, hogy hogy nem fedeztünk még föl itt a, a világban minden. Minden ö, 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 létformát vagy életformát. Bár egy godzilla nagyságú valami, az nyilván nehezen kerülni el a, a figyelmünket, de hát ki tudja, hogy mi, mi lakik a Marianna Árok alján vagy bárhol máshol. Szóval szóval számomra az elfogadható, hogy van egy ilyen. Ezt a kisfiamnak nem fogom megmutatni ezt az adást, mert, mert amikor ők a, a, a kis csoportban, az OVI-ban kitalálták, hogy létezik a T-Rex szellem, ami játékokat lop. És akkor próbáltam meggyőzni arról, hogy hát nem létezik a t szellem, és, és, és persze ő ugyanezeket az érveket hozta elő, mint te. De hát mindent még nem láttak, és honnan tudom én, hogy valahol az őserdő megy, meg hogy eddig nem vették még észre, és hogy... Ez... Benny nagyon okos. Tehát, hogy... Hát te magad is az vagy, ugye nyilván, de te éppen ezért nem is azzal érvelnék, bár nem tudom, most összezúzzam a világképedet ezzel kapcsolatban, hogy miért nem létezhet egy olyan állat, mint a Godzilla? Egyrészt érdekel, hogy miért nem, tehát mindenképp kérlek zúzd össze, viszont, viszont nem értem, a, tehát hogy ellenmondást vélek felfedezni, mikor te vagy az, aki azt állítja, hogy, hogy akár a dinók az űrutazásra is képesek voltak, és ennek most már nem látnánk igazából nyomát. Jó, hát mert annál semmi, az hogy, egy, az, hogy a Földről valaki vagy valami felrepüljön az űrbe, annak nincsen fizikai uh, korlátja. Viszont hogy egy állat ekkorára megnőjön és így nézzen ki, annak van. Ez pedig a gravitáció. Most akkor próbáltam adatokat gyűjteni, hogy a különböző filmverziók szerint például, ezek a, például a King Kong vagy a Godzilla azok mekkorák. Ugye értelemszerűen egyre nagyobbnak kell lenniük nyilván, tehát hogy, 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 hogy Godzilla-ról azt írják, hogy nagyjából, nagyjából legalábbis a 2014-es filmverzió, de hát a méret tekintetében azt hiszem összemérhető a kettő, olyan 300 há valamennyi láb, vagyis olyan 100 méter magas lény. Na most a kérdés az, hogy, hogy ilyen gerinces állat az létezhet-e? És igazán... Azért bocsánat, Miklós, a 98-as Godzilla az körülbelül 54-60 méter volt. Aha, jó. Tehát ez kisebb, ebből is látszik, hogy a Godzilla is elinflálódott 98-ról 2014-re, mert ami 98-ban még brutál nagy volt, arra 2014-ben már így ügye legyintett néző közönség. Ugye meg, hogy eztán ugye később az általatok már említett, ugye Kong, Godzilla versus Kong méretbe helyesen kellett beállítani, és egyébként az ős King Kongban, én emlékszem, hogy az ős King Kongban, amikor a felhőkarcolóból kiveszi a csajt a King Kong, a fekete-fehér régi King Kongban, ott, hát akkor ott azért az az, az, akkor még nagyobb is lehet, akkor, tehát akkor az, az is minimum egy száz méteres. de mindegy, az 50 méterre is teljesen jól megállja a, dumát, a, a, dumáma helyét, amit most mondani fogok. Tehát ugye nem véletlen, hogy a jelenlegi legnagyobb élőlény, ami gerinces állat, ugye az a kékbálna, ami egyébként akár 150 tonna is lehet, azt hiszem, bár most lehet, hogy hülyeséget mondok, de valami ilyesmit, sőt, 180 tonna is lehet egyébként egy kék bálna állítólag, ami egyébként összevetve a King Kong, ami ugye nagyjából Godzilla kategóriás, de a King Kongra találtam adatot, hogy ő a legutóbbi filmben 158 tonnásra nőtt meg, tehát ehhez, ezek szerint ugye a King Kong az kisebb tömegű, mint egy kék bálna, de hát ugye nem tudjuk nem észrevenni, hogy a kék bálna vízben él. Ugye? Tehát a kék bálna a saját ö, súlyát azt nem tudná elbírni a csontvá, csontozatával, hogyha kimenne a szárazföldre. Ugye ezeknek a ceteknek ezért végzetes, amikor kisodródnak a partra, mert egyszerűen nem bírják el a saját, saját tömegüket. Ugye nyilván a vízben az Archimedes törvény, a felhajtó erő az segít, segít a bálnának, és ezért fejlődhetett ki ekkorára. Egyébként ezeknek a ceteknek az ősei nagyjából ilyen megtermettebb kutya méretű lények voltak valamikor, aki, amik ugye vissza emlős állatok, partmenti emlős állatok, amik aztán fokozatosan visszatértek a tengerbe, úgymond, és akkor egyre nagyobbak lettek. Na, de miért nem bírna el, mondjuk miért nem bírja el a bálna a saját súlyát, meg miért nem bírna el egy ilyen leguán a saját súlyát, hogyha ekkora méretűre felskáláznánk? Hát gondoljunk bele abba, hogy az, hogy egy, például egy csont az mennyit tud megtartani, az első sorban azzal kapcsolatos, hogy annak a csontnak mekkora a keresztmetszete, mint ahogy az oszlopok esetében is, amik egy épületet megtartanak, ugye az, hogy mennyi a teherbíró képessége, mennyi nyomást bír el, és mennyi, mennyi erőt bír el, az nyilván attól függ, hogy mennyire nagy ez az oszlop, mert nyilván minél nagyobb, annál nagyobb felületen oszlik szét az erő, vagyis annál kisebb a nyomás, értelemszerűen. Tehát ebből aztán az következik, hogyha például, mint ahogy a Drágám a gyerek marha nagy lett című filmben, ami ugye szintén nem nevezhető egy klasszikus szörnyfilmnek, mert egy óvodást uh, sikerül ilyen King Kong méretűre felnagyítani benne, nem tudom, emlékeztek-e erre <laughs> a filmre gyerekkorunkból. Hát ugye mi történne szegény gyerekkel? Hát az történne, ugye, hogy mondjuk Tegyük fel, hogy mondjuk tízszeresére nő a, a, a gyerek, vagy most ne legyünk ilyen horrorisztikusak, mert csúnya lesz a sorsa, úgyhogy egy felnőtt emberrel mondjuk el. tehát Egy, egy nyus ne a feje, gondolom, nem bírne el, de most az ördög kérdezem, nem úgy működik az, hogy ha most én nagyon nagy, mondjuk a gyerek vagy egy felnőtt nagyon nagy lesz, már drágám a kölyök nagyon nagy lett, akkor, akkor a, az izomerő az izomzat, is nő vele együtt a csontjainak a vastagsága. Na ez Tehát, az, hogy... ez az, ez az hogy a, hogyha ugyanolyan alakú lesz, mint amilyen... Vagy tegyük fel, hogy ugyanabból az anyagból van a csont, jó? Most nyilván valami, azt mondod, hogy valami hiper-szuper anyaggá változik, ugye arra nincs megoldásom, de ezt akarom mondani, hogyha ugyanakkor gyereket felnagyítasz, akkor, akkor egyszerűen csak azt kell megnézni, hogyha mondjuk mindenne kétszeresével nagyobbra növelted, vagy tízszeresére, mondjuk tízszeresére, akkor mondjuk lenne egy egy, mit tudom én, 18, 1,80 helyett egy, 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 18, egy 18 méter magas ember. Az még nem is olyan magas. Nem is olyan vészes, 18 méter magas ember, ugyanúgy néz neki. Na viszont ez mit jelent, hogy a csontjainak a keresztmetszete, ugye a csontjainak a hossza tízszeresére nőtt, a csontjainak a keresztmetszete az, az négyzetesen nő ilyenkor, tehát tízszer tízszeresére, tehát százszorosa, oké, viszont mi történik a tömegével? Hát a tömege az meg a térfogatával arányosan nő, vagyis az meg ezerszeresére nő. Fú, Hát az áll. van, hogy csak, hogy, 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 hogy egy százszor olyan nagy keresztmetszetű oszlop, vagy igen, egy százszor akkora felületű ö, oszlopnak kell megtartania egy ezerszer olyan nehéz valamit és ezt már galilei is belátta a 17. században amikor gyönyörűen lerajzolgatta a könyvében hogy a, hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy nem skálázható minden állat ugyanúgy, mert egyszerűen ugyanilyen alakú állat nem bírná el saját magát, hogyha tízszeresére felnagyítanánk ugyanezek miatt a dolgok miatt. Ugyanilyen dolgok vannak, tehát mindenhol látunk ilyen fizikai limitet. Nem véletlen, hogy, hogy ugye ezt meg a pókembernek vagy kinek üzenjük, hogy, hogy nem véletlen, hogy a gekkónál nehezebb állat nem tud megcsinálni olyan sztorit, hogy, hogy fölcuppan a plafonra fejjel lefelé egy sima felületre. Mert egyszerűen ott is van egy fizikai limit, hogy, hogy, hogy a, hogy a vákumtapadó korongnak a szívó hatása, az adott méretű vákum tapadó korong szívó hatása, az mekkora tömegű állatot tud elbírni. És egészen egyszerűen, hogyha egy gekkót felnagyítanál a tízszeresére, az nem tudna ugyanúgy logni a plafonon. Hát ugye ez fizika. És... De ha más alakú? Hát, ha más alakú lenne, mondjuk egy nagy tapadókorong lenne, és egy kicsi gekó, akkor igen, és ezt mondom, hogy más alakkal, igen. Csak ezt mondom. a Godzilla esetében, mert ott sem azért egy felskálázott leguán az, hanem azért látjuk, két lábra inkább egy t szerű valamit látunk. Igen, de majdnem. Tehát azért, tehát meg lehetne tervezni egy fizikailag stabil godzillát, de az még sokkal abszurdabbul nézne ki. Tehát gondolj bele, hogy már a hat tonnás elefántnak, ami 6 tonna, az semmi a godzilla képest. A 6 tonnás elefántnak milyen vastag lábai vannak. Hogy az mennyire nem úgy néz ki, mint egy felskálázott egér. Tehát akkor ezt a gondolatmenetet lehet még tovább folytatni. Na, de én nagyon sokat beszéltem már. Ja, azt arra, csak a kérdésedre nem válaszoltam, ugye? Hogy, hogy igen, persze, hát New York City az tele van metróval, igen, beszakadna persze. Ja, igen, beszakadna alatta az út. Nem vitás tele van kábellel, metróval, mindenféle cucc megy a víz, a, 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 ott mindenféle rejtett folyosók. Dan Brownt kell csak megkérdezni. Biztos New York alatt is van egy szabadkőműves labirintus, csak rüheljük a csávót Claudiával együtt, úgyhogy róla nem beszélünk. de valószínűleg ugye tele van New York mindenféle járattal, és persze kettőt lépne Godzilla, és azonnal beszakadna ott, igen. Dan Brown a Parallaxis Univerzum Voldemortja. Na, kibeszéltem magam, most mondjon valaki valami okosat. Uh, ugye még visszatérve arra, Ádám, hogy hogy itt a szörnyfilmnél itt néztél nagyot, hogy hogy akkor ez most szörnyfilm, vagy nem szörnyfilm. Hát csak úgy amúgy... csináltam, mert én vagyok a műsorvezető, és csak úgy csináltam. De érdekes, mert amúgy utána néztem, és a készítők amúgy meg pont, hogy nem szörnyet akartak teremteni. Teh tehát ő nekik nem egy szörnynek a megalkotása volt a, a cél a 98-as godzilla hanem egy állat megalkotása. Tehát tényleg egy, egy túlméretezett leguán, de nem akarták tíregszerűvé tenni, hiszen ott volt éppen a Jurassic Park. És, és, és tényleg inkább állatot akartak létrehozni, amitől ugye sok néző azt látta tulajdonképpen a filmben, és ez ez volt a fő kritika az állat ellen, hogy, hogy ijedős lett, és sérülékeny. Ami egy állatra igaz, egy szörnyre nem igaz. Egy szörny az nem ijedős, és nem sérülékeny. Ez tök jogos felvetés a viselkedését tekintve, a, amit látunk a filmben, hogy Godzilla, hogy viselkedik. Ő csak, Ugye, csak ott... szaporodni akar. Ennél szaporodni, igen. Igen, ő... igen tehát ő, igen. ő inkább viselkedik állatként, mint szörnyként. Az eredeti Godzillához képest, tehát ugye a képregény Godzillához képest, és ugye ez a legtöbb nézőt ki is meg ugye, meg ugye a másik, másik, amit azóta is felhoznak a, a rajongók, hogy ugye nem, nem jelent meg ez a, ez a sugár Hát Mert, mert ugye állat, állatot csináltak, és nem egy szörnyet. Tehát ugye eléggé eltérte azért a 98-as film, maga a Godzilla-nak az alakja, a, a képregénytől, annak ellenére, hogy ugye amúgy Japánban konkrétan, tehát küld kérték föl, hogy csinálja meg a Godzilla-t, mert annyira tetszett a, a japánoknak ugye a két évvel korábban bemutatott függetlenség napja. Ugye függetlenség napjában is van godzillás utalás, hogyha emlékeztek rá, amikor kezdik, nem, az, bár, az nem a függetlenség napjában van, az az Armageddonban van. Abban van, igen, igen. Na, az Armageddonban is van különben godzillás utalás, mert amikor kezdenek becsapódni a kis aszteroida darabkák, akkor ott valaki megszólal, hogy gocsira. És ott igen. egy ilyen kis, igen, um, van ilyen kis go godzirafigúrás. Godzilla az Armageddon is emerik? Nem, az a robbantgatós. Ja, rendőző. tudom, igen, igen, a másik Tudod, robbantós. Az... Az... az Ádám dolga, hogy tudja ezeket, csak ott lapít. Michael Na, de Bay egyébként. Az az, ja. az, az, az az, az az. És az, hát öböl, olyan Öböl, is. öböl, öböl Mihály, öböl öböl Mihály, az. Uh, szóval a lényeg a lényeg, hogy a, a, azért nagyon eltért ez a Godzilla az eredetitől, annak ellenére, hogy amúgy meg aztán a japánok nagy reményeket fűztek az Amerikhez hihetőbbnek hatott talán, vagy én azt gondolnám, hogy a 90-es évek végén nem, hölgyei a Miklós, nem úgy, nem azzal a, nem, de, hát 98-ban még csak nyolcadikos voltál, érted, hát nem tudtál, mit tudtál a világról, Miklós, meg mit tudtunk a világról. Nekem az, az teljesen, sokkal közelebb áll hozzám, az a Godzilla, a történet, minden hülyeségével tekintve a történet szempontjából, egy nagy állatként, mint az, amit Persze, az, ezek is jók. Most a Godzilla Kong ellen, meg a, a Godzilla 68. ribútja, ugye van már belőle két része a, a az amerikaiaknál, amikor amikor tulajdonképpen egy ilyen titán, egy ilyen földön kívüli tudom, én meg pont, hogy a későbbi részeknél uh, szerettem meg jobban godzilla illetve ugyan a rajzfilm. Tehát nekem, nekem, ha Godzilla, akkor az a, az, a, az a rajzfilm sorozat. Tehát ugye az, az emberek szemszögéből csak azt látják, hogy ott van egy bazinagy szörny, ami lerombolja a várost. De, De minek ment oda? Az kiderül Minek a minek menheten? ment oda, oda? Minek ment menheten? az az állat csak tojást rakni ment oda. Hát, hogy miért pont úgy gondolta, hogy menhetenbe kell lerakni a tojást? Miért? A lazacok miért úsznak vissza minden évben oda a, 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 föl a, de a ők folyog... minden évben visszaúsznak oda. Hát jó, de lehet, hogy persze, de lehet, hogy egy ekkora állat, ugye, annak annyira le lassulva az életfunkciója, hogy az mondjuk csak évszázadonként egyszer rak tojást. Jó, figyelj ki, kérdezek mást, ez jogos, ez teljesen jogos. De most kérdezek mást, mondjuk, látjuk ott a tojásokat, ugye megtalálják a fészkiket a filmben, Jean Renoékkal, meg Dr. Tatopulosszal, és ott látjuk, hogy az egész Madison Square Garden tele van tojásokkal. Ez méret arányilag releváns, ekkor a szörnyel? Hát most ezt attól, attól függ, hogy mekkora az a Madison Square Garden, mert fogalmam nincs mondjuk, mint a Budapest Sport Arena feltételezem. Most te igazából hogy... a számosságát kérdezed, hogy sok tojást lak. Igen, igen, igen. Hogy, hogy nekem ott nagyon soknak tűnik, tehát, hogy az, az, az mely, hol van hely a ban hogy kijöjjön belőle ennyi tojás, tehát, hogy... Miért egy teknősbe hol van bent annyi hely, hogy 90-100 tojást rakjon. Na? 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 Na. Na? na. de várjál, mert egyébként azért nem lehet ennyivel szerintem elintézni, mert van egy ilyen, hogy cope, cope szabály a biológusoknál, vagy valami ilyesmi, cope's rule, ami azt mondja, hogy, hogy igen, az evolúció az úgy általában egy, egy fajnak a, növeli a, a testméretét, na de hát ugye, mert az mindenféle e, izé, előnyel jár, No de, Ugye, hogy egy ökoszisztémában ekkora állat legyen, az nyilván azt jelenti, hogy ugye az rengeteget eszik, meg mit tudom én, micsoda, tehát ezért aztán általában az szokott lenni, hogy minél nagyobb egy állat, annál kevesebb utódja van. Pontosan. Tehát a bálnákból nem jönnek ki 32 kis bálna, hanem egy például, meg érted? Ezért aztán... Igen, tehát egy kocina méretű állat sem rakna annyit olyan Igen, tehát e e e ilyen szempontból mondjuk fura, de mondjuk másfelül azonban, ugye itt nem egy evolúciós fejlődés eredményeként létrejött lényről van szó, hanem egy súnya nukleáris baleset eredményeként létrejött állat, tehát ilyen értelemben itt nem lehet arról beszélni, hogy ő egy stabil résztvevője egy ökoszisztémának, mert ha az lenne, akkor nyilván hülyeség lenne, hogy ennyi tojást lerakjon egyszerre. Mert, vagyis hát nem az, hogy hülyeség, hanem példátlan lenne egy, egy, egy ilyen óriási méretű lénytől. Másfelől, amiről ugye meg is mondtuk, hogy olyan nagy, hogy nem is létezhetne, de. És simán az emberi teszt az kimutatja, hogy... Benves. Ja, és kimutatja az aszexuálisan szaporodó állatról a terhességteszt, hogy terhes. Hát ez egy Jói. csodálatos eleme ennek a filmnek, nem? Ráadásul vérből, tehát nem is pisítés, hanem, hanem, na mindegy, jó. Hát szóval terhességtesztet, kedves nézők, ne úgy csináljanak, mint ahogy az látható a, a Godzilla című 1998-as filmművészeti alkotásban. Ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum mély szívesen lépsz be a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk és segíts te is az ismeret terjesztést. Látogass el a patreon.com per Parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis Podcast legújabb részét. patreon.com per Parallaxis Parallaxis Számotokra mi a legtudománytalanabb része a filmnek, ha egyet? Ezt mindig meg szoktam kérdezni minden filmmel kapcsolatban, hogy a egyet ki kéne emelnetek, hogy számotokra mi az, ami a leginkább ellentmondásos, tudományos szempontból, nem filmesztétikailag, akkor melyik az a momentum a filmnek, vagy mi az, ami, ami a leginkább abszurd? Miklós, Ó, a akartam. Kedves műsorvezető társaim, bocsáss meg, ezzel mindig, mindig úgy vannak, hogy meglepődnek ezen a kérdésen. Tehát tényleg esküszöm, hogy már nem tudom, a 20 adás óta fölteszem minden egyes alkalommal. Igen, csak van, amikor olyan filmekről beszélünk, amik mondjuk izé valami, és akkor jönnek ezek az Amerik-féle szőnyegbombázásai a tudatnak, mint például a Moonfall, vagy ez, amikor egyszerűen tényleg, tehát ez igazából olyan kérdés, mintha azt kérdeznéd, hogy nem tudom. Melyik volt az a sóska főzelék, amit életemben legjobban utáltam? Vagy nem, tehát hogy valami, valami olyan. Olyan kérdést teszel föl, hogy hogy jó, meg is fordíthatjuk. Melyik volt, melyik az volt a, momentum, a legtudományosabb a... része? Aha. Olyan nem volt. Jól nézett ki az elején, vagyis hihetően nézett ki az elején a nukleáris robbanás, ami valószínűleg egy igazi film dokumentum az Eredeti felvétel. Volt volt, vágva, igen. A bikini atollnál szerintem a hidrogénbomba robbanásnak az ikonikus videója volt oda rakva. Ez olyan érdekes egyébként, hogyha megnézitek, ez is egy érdekes dolog, bár egyetlen nem kapcsolódik ide, hogyha megnézitek a hollywoodi filmekben, amikor fönt van a hold az égen. Igen. Mindig nagyobbnak látszik. Hát egyrészt, másrészt nézzétek meg, hogy nem úgy néz ki, mint igazadból, hanem mindig az a kép van odavágva, amit egyébként az Apollo 8 csinált kicsit oldalról. Tehát nem, tehát nem szemből látod a holdat, hanem úgy, hogy a hogy a Mare Crisium, az a kis kerek medence ott a, a, holdnak a, hogy mondják, szemből, tehát a bal, bal, bal a hold emberkének a bal szeme fölötti kis pöty. Hollywoodi filmekben kb. az van középes és mindig, és valahogy nekik, most, hogy ez valami izé, belső poén, vagy nem tudom, de minden filmben, amikor ott van a hold az égen, akkor az sose úgy néz ki, ahogy kinéz a hold az égen, hanem ez az elfordított. Na, nem akartam megúszni a kérdést. A legtudományosabb szerintem, amikor elvégzik a tesztet. Az a legtudománytalanabb inkább, nem? Hát ez az, hogy miért? Mi, miért? Hát most, oké, okay, hol van benne bármi, ami tudományosan értékelhető? akár okay, tudományosan értékelhető, tehát ez, ez mondjuk pont nem az a film szerintem, tehát mondjuk egy, egy moonfall, vagy egy bármi, igen, ott, ott lehet ott, ott sziszegni, hogy fú, ez így nem így lenne, meg nem úgy lenne, itt, itt, kb. semmi nem úgy lenne, úgyhogy ebben, ebben szerintem úgy, úgy nem nagyon van ilyesmi. Kérdezek mást, ugye, amelyet a biológiáról beszélgetünk, mert egyébként szerintem ez egy érdekes és megfogható része ennek a filmnek, hogy mondjuk ugye lőnek rá, látjuk rakétákkal lőnek rá, gépfegyverekkel lőnek rá, ami nyilván a nagyságához, a bőre vastagságához, amiről nyilván nincs információnk, de, de arra vetítve azért, tehát nyilván egy, egy szúnyogcsípés vagy még annyi sem de hogy mit gondoltak erről, hogy valójában, ha ekkora állat létezhetne, és vegyük ezt alapul, akkor, akkor a, az a része a filmnek, hogy ö, ugye hiába lövik, nem történik semmi, tehát nem tudom, nem, senki nem tudja kilőni a szemét, vagy valami, és nem akarok ilyen állatkínzó lenni, vagy szörnkínzó, de hogy tulajdonképpen ö, azt látjuk, hogy van ott egy hadsereg, aki lövi, de tehetetlen ö, ellene, mert ö, nem tudnak áthatolni a bőrén, nem tudnak nagyobb Kárt okozni benne egy bizonyos pontig legalábbis. Hát, ez, ez... Elfogadjuk a filmnek azt a belső logikáját, ahogy mondod, hogy elfogadjuk, hogy ez az állat mégsem esik össze a saját súlya alatt hanem a kis-kis virgács kis lábaival ez az 50-100 méteres monstrum, ez mégiscsak meg tudja magát tartani, akkor az egyúttal, azzal egyúttal azt is feltételezzük, amire utaltál, hogy akkor valószínűleg ez valami spéci anyagból van. Tehát, hogy akkor az nem simán csak egy csontszövet, egy ilyen lyukacsos csontszövet, mint ami nekünk van, ami őt szépen megtartja a ilyen ezt a cuccot, hanem bizony ott aztán valami nagyon különös, mit tudom én, kvarkanyagból. De nem, de, ha csak de, de várja, fércská, mert ha így van, legolvább. akkor Igen. simán ha az az állat létezik, mert meg tud állni a lábán, akkor simán kinézem belőle, hogy nem viszi át a, a rakéta a bőrét, amit rálőnek. Érted? Érted a logikát? Tehát valahol ez konzisztens. Értjük a logikát, de én, én még mindig azt mondom, hogy most saját tényleg szemszögemből, hogy hogy most oké, ok, elfogadom, hogy ott van ez az állat, ami egy képes így létezni ebben a formában, miért röhögsz, ne Nem ők? tudom, annyira abszurd. Jó. Jó. Jó, hát igen. Én nekem mégis az ilyen, tehát akár egy Godzilla-nál, akár egy King kong most főleg a régi King kong hogyha vesszük alapul, tényleg ez a leg hihetetlenebb hogy lőnek rá és semmi. Most így behozva a Kong és a Godzilla összecsapásánál is, tehát fog egy hatalmas nagy fadarabot, egy, egy, egy fát tulajdonképpen, az, azzal felbevágja, és nem történik tulajdonképpen semmi. Tehát maga a filmben is ezek, ezek csak egy felskálázott állatok tulajdonképpen. Tehát ha most teljesen mindegy, hogy én most egy, egy nagy rönkel verem fejbe a Miklost, vagy, vagy 20 méteresek, vagy 50 méteresek vagyunk, és egy fával verem ö, arcon a mikrost, tehát Valószínűleg az eredményen ugyanannak kéne lennie. Persze, tehát, tehát az, hogy... az, az fáj, és most akár, hogyha még túl is van az az állat, vagy az az ember fütve ö, adrenalinnal, akkor is azért azt ott érezni fogja. Na, tehát azért, de mi van, azért ha a... pont, hogy olyan a... genetikai mutáció is érte, hogy a fájdalom <coughs> fájdalmat nem érzi. Van Ez ilyen. Igen. Ugye van Persze, ilyen ritka van, betegség, van. és az tök nagy szívás. Van olyan ember, akit levágja az ujját, és... Nem érzi, hogy baj van, tehát ez, ez egy... Persze, van ilyen, csak én, én nem szeretek az filmeknél így mindent így belemagyarázni, hogy jó, hát akkor ez is a mutáció miatt van, jó, hát akkor hát, az is a mutáció miatt van. A, jel. Másik, amire, a másik, amire még akartam utalni, ez pont, amit Miklós mondtál, és ezt se értettem soha, hogy ha ott van egy, egy, egy vérengző fenevad, aki fenyegeti a fél várost, Miért nem elsőre a szemét lövik ki? Minden ugye? állatnak a két legsebezhető pontja az egyik az a szeme, a másik meg a szája. Tehát ugye ez a hova lőjünk a szemére, mert akkor, hogyha megvakítod, meg jobb esetben úgy lősz, akkor a szemén keresztül átlövöd az agyát, és akkor annak ott kampec. Kettő kitátja a száját, ugye tízből kilencszer ezek az állatok üvöltenek, be kell lőni egy rakétát a szájában, azt jóval. És soha nem ezt látjuk. És jó, nyilván, Nyilván Én... azért, hogy menjen a film, de nekem ez akkor is annyira... Jó, Klaudia, most lenne. gondolj Igen. bele, így és mekkora kártok ez a Godzilla képzete, amelyik egy ilyen képzelt... fehér botja lenne, amivel mindent össze... De tarol. egyébként közben meg egy kicsit azért kicsit csalódást is kelt, mert mondom, hogy mondtam, pont múltkor le is írtam, amikor a Moonfall-t hogy valahogy az Emerich az, az, valahogy minden film, Emerich, ja, szóval ez, ez ugye mert mondjuk, de valójában ez egy Stuttgarti német csávó ez a rendező. Na ja, szóval, na szóval ez az Emerich, kérlek szépen, ő, ő, valahogy kifejezetten minden, minden filmjében valahogy a Chrysler Buildinget azt lezúzza, de itt is viszont nem a Godzilla zúzza le, hanem a godzilla próbálják eltalálni valami rakétával, és mellé megy, és a rakét az úzza le az izét. Tehát az, amire vársz végig, hogy na most majd a Godzilla megadja a Chrysler Buildingnek, ami jár. Ugye, ez, 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 egy ilyen alapvető dolog, hogy az összes ilyen szörnyes, meg apokaliptikus filmekben, a, ugye várostól függően ahol játszódik, de hát ha a New York, vagy, vagy, a Chrysler Building, vagy a szabadságszobornak le kell dőlnie. Tehát ez, ez, ugye a szabadságszobor az a másik ilyen, ilyen, ikonikus. Ha nem is dől le, akkor legalább meg megsétáltatják, mint a szellemirtokban. <laughs> Szóval akkor sok sebből vérzik ez a, ez a Godzilla. E, De Most pont már... az a baj ezek után, hogy nem vérzik sok sebből. Látod, annyi szor lömik, és nem <laughs> vérzik. De, mert, ez, mert ez tök érdekes már, mert azt gondolnám, hogy itt hirtelen, ha Budapesten elszabadulna egy ilyen Godzilla, akkor azért még a magyar hadsereg Romulus és Rémusz parancsnoksága alatt is, az, az is azt tudná, hogy a szemét kell kilőni. Hát nyilván a szemét kell kilőni. Ehelyett ott, ott bénáznak, ilyen kis csapatok bénáznak össze-vissza. de egy, egy, mondjuk egy megvakult Godzilla, ami még úgy tántorog ott a, az, a 5. ötödik sugárúton, hogy nem is lát. Az lehet, hogy egy extra biztonsági kockázat. Most értem, hogy Klaú, amikor azt mondja, hogy be belemegy az agyába a rakéta, az egy elegáns megoldás. De mondjuk mi van, ha csak megvakul? És akkor ottan összetípod mindent? Hát nyilvánvalóan akkor is még ott, ott neki zúzni. Igen. persze. Hát igen, ott az oda kellett volna csalni, a Central Parkba kellett volna ásni egy bazinagy gödröt és akkor belekergetni, és akkor oda belepottyan, és kész. Jó, látunk benne egyébként egy, ugye egy adag kaját, halat adnak neki enni. Az, 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 a mennyiség nekem mindig úgy tűnik, hogy az, hát az, kurva kevés, tehát az a nagyságához képest az olyan, mint nekem egy, nem tudom, egy kis leves maximum, vagy valami kis pár szem chips. Tehát, vagy hogy egy, hogy... egy, egy darab sushi. Igen. Hogy már akkor stílszerűbbek. Igen, Igen, csak nem szeretem a halat, tudod. Hát de hát ő szereti, mert ő a Godzilla. Most legodzi láztál, Miklós, nem. Hogy kérdezzem meg. Szóval, szóval valahogy azt se tűnik reálisnak, hogy azt akarom mondani, hogy, hogy úgy valahogy oké, okay, rendben hülyeség a film, de hogy eleve félváról is vették a filmet. És most valahogy, ahogy beszélgetünk róla, úgy az kezd nekem körvonalazódni így a fejemben egy nagy áttörésként, hogy gyakorlatilag ez is mondta akkor a szar, mint a Moonfall. Csak nem tűnik akkor a ja, szarnak, nem akar. nincs benne akkor sok sok Nem akar science fiction tűnik. lenni. Igen, igen. És igen, hiába igen. mondja, oké, hogy nem szörnyfilm, értem, hogy nem az volt a cél, hogy szörnyfilm legyen, hanem egy állati viselkedést mutat be, csak az az állat az akkora, mint egy felhőkarcoló, de de mégis. Ez nem azzal az igényel jelentkezett be, mint ahogy egyébként a függetlenség napja sem, azzal, ami szerintem egy mestermű a maga kategóriájában, azt nem lehet, hogy azt is csak az idő szépíti meg, de, de nem azzal az igényel jelentkezett be, hogy itt, itt, most egy nagy megfejtés legyen, de oda át a Moonfallban, Dyson szférák, fehér törpe, rossz sugár, árapály hullám, tehát hogy ott azért, na, tehát ők ott azért az Amerikot házhoz ment a pofonért, amit tőlünk kapott múltkor, azóta se állt föl belőle egyébként. Hallottam, hogy mióta lefordították az Ameriknek a múmfollal kapcsolatos parallaxis adást, azóta egyszerűen egy másik ember lett. Figyelj, Klaudia, te jobb dolog nem történhetett veled, mint hogy kimaradtál abból az adásból. Ezt halál frankon mondom. Tehát... <laughs> meg meg Ezt ez nem kell mondanod, Ádám. Tehát ez, de láttad ez, ez amúgy azt a filmet? Ez. Szerinted? De boldog nem. ember, hát nézd hát boldog ember. ember. Hát nem Jó. lenne ilyen Nem boldog. tervezem megnézni. Őszinte leszek, hogyha élettem volna abban az adásban akkor sem néztem volna, meg csak elolvastam volna róla mindent. Fú, hát én azt halad. nem vagyok hajlandó megnézni. Ez az, az valami pokoljárás. Hát szóval akkor igen a Godzilla, hát akkor, akkor elmondhatjuk, hogy ez egy, ez egy tévút volt, hogy én ezt így ki akartam beszélni ebbe a De műsorba, miért? Hát sokat tanultunk, nem? Hát azért én azt gondoltam, hogy, hogy mélyebb, meg, meg komolyabb tudományos dolgokat is fel lehet hozni, vagy, vagy meg lehet száfolni vele kapcsolatban, mint a mondjuk a, csak a biológiai részét az, hogy most ilyen kurva nagy... De hát a statikai részét is megcáfoltuk, ugye? Meg hogy összeszakadna alatt a New York, meg hogy nem bírná el a saját súlyát. Ugye ez bio, biomechanikának hívják ezt a tudományágat, amibe itt belenyaltunk, és, és azért ez, ez szerintem izgi volt, és szerintem egyébként egy nukleáris böffenetet kibocsájtó lény az azért érdekesebb lenne, csak ugye pont a 98-as filmben ez nincs. De akkor meg az egész film teljesen más lenne, mert itt azért azon alapul a film, hogy viszonylag azért lassan telnek a dolgok, lassan történnek, van idő keresgetni, van idő a franciáknak a, a, ott a hogy a Jean a megjelenésére, vagy, a, vagy a, annak a szálnak a kifejtésére, ha ott mindenkit le tudna büfizni sugárral, akkor azért ott talán egy, egy teljesen más típusú filmet kapnánk, meg, meg akkor tényleg nem lenne az elég hozzá, hogy, hogy a nem tudom, a hadsereg meg dr. Tatopulosz jön és nyomoz, hanem akkor azért a tényleg titánok ellenének meg. De ez egy sokkal izgalmasabb film lenne, csak sokkal több mentális energia kellett volna ahhoz, hogy megcsinálják konzisztensen. De képzelj el egy olyan állatot, amiből tényleg, most oké, okay, hogy én vagyok itt elvileg a fizikus, és ez meg nyilván hülyeség az egész, de mégiscsak képzeljünk el, hogy mondjuk egy nyalábban, egy irányított nyalábban radioaktív sugárzás, halálos sugárzás jön ki. Belőle. Mondjuk neutron, neutron, fegyver. De azt egyébként hogy tudná csinálni biológiailag? Kéne hozzá neki mondjuk egy ilyen, egy ilyen sugármirigy, vagy vagy tehát hogy, hogy a picsába biológiailag oldható meg az, hogy ezek kilöveljék a, a dolgot, vagy a sárkányok a tüzet. Igazából ugyanerről beszélünk, hogy a Godzilla egy sárkány tulajdonképpen. Hmm. Na ez egy jó észrevétel, hogy a Godzilla egy sárkány. Végül is eléggé sárkányszerű, főleg az eredeti japán verzió. Sőt, egyébként meg a kicsit a süsüre is hasonlít. Lehelyrám, süsürészek vagy. Hú, süsükém, ne, ne rám, mert kiakad a GM cső. Úgy nektek ki a kedvenc karakteretek benne. Jean Reno. De egyébként a kis Csa is jó, aki a szerkesztőségben dolgozik. Pont ő, hát ő, ő Arany Málna díjat kapott az alakító Hát ez sér. az. Ez az. Ez az. Tehát én nem, amikor én leülök egy ilyen filmet nézni, akkor azt olyan szem, szem szemüveggel teszem, hogy én akkor valami Kirívóan rosszat akarok látni. Ja, tehát Te olyan rossz, hogy már jó, értem, oké. Okay. Igen, tehát másképp ezt én nem bírnám elviselni, de új, így a munfolt is meg tudtam nézni, sőt, a magot is, ugye. Ja, de jó, Még mindig a munfol a legrosszabb, de... Egy tévécsatorna sem úgy működik, hogy ha ott uh, én ülök a, egy közvetítőkocsiba vagy egy vezérlőbe, akkor ott hirtelen adásba adnak engem, mert ott, ott vannak a sok kikelt uh, kis Godzilla izék, szóval azért nem így működik ez a technológia. Ja, azok egyébként egyértelműen ilyen Velociraptor izé, utánérzések, azok a kis Godzillák, nem? Tehát de? húzzunk le még egy kört, egy bőrt. Uh, igen, igen, ott... ott uh... Sokan, sokan, úgy is fogalmazták meg a kritikát, hogy az teljesen lenyúlták a Jurassic Park egyes jeleneteiből. De hát tulajdonképpen ennek a filmnek a megszületése az azért nagyban befolyásolta a Jurassic Park 1-2 sikere. Persze. Nyilván. A 90-es években kétfajta olyan film volt, amiben lerombolnak valamit. Az egyik az a, az, a, az ilyen Godzilla, Jurassic Park, meg ilyen, a másik meg az Armageddon, Deep Impact, szóval, hogy ez a két vonal. Függetlenség két vonal, napja. Függetlenség napja, igen. Én inkább azt mondanám, hogy, hogy, hogy a, a, Jurassic Park egy után egy ilyen filmet elkészíteni, bárhogy is igyekeztek volna, nem a Jurassic Parkra hajazni, úgyis mindenki arra gondolt volna. Tehát itt, itt inkább az volt a baj szerintem, hogy hogy benne volt a Jurassic Parknak az árnyékába ez az egész. Talán főleg inkább a második rész árnyékában, hát igen, nem? Igen. Nyilván, nyilván, de most már csak akár, hogyha azt nézzük, hogy hogy néz ki maga a Godzilla, tehát akár mennyire is próbálták, nem tirekszerűvé csinálni, sőt, ugye a legelső trélere a filmnek, a maga a teaser tréler, tehát ez az 5 másodperc vagy 10 másodperces tréler, az annyi volt, hogy rálépett egy t figurára, mint azt akarná sugalni, hogy most itt ez nem olyan lesz, mint a Jurassic Park, tehát tehát, de, de, közben de meg... Olyan lett. de köz... Sőt, nem olyan igen. lett. Nem Bár csak olyan, olyan lett volna, de, ah, igen. mint a Jurassic a, a, lába, a lábai, meg minden, az, az sokkal inkább t meg az egész mozgása, mint Godzilla. Tehát ha megnézitek az eredeti Japó Godzillákat, és akkor egyébként ezt sérelmezték is persze a, az, izék, az igazi hardcore Godzilla rajongók, hogy, hogy hát nem olyan. Nem úgy néz ki. Nem is hasonlít azokra az ikonikus dolgokra. Jó, ott vannak azok a bigyók a hátán, de se a mozgása, se a fejének szerkezete, se semmi nem olyan igazából, mint, a, mint az er a megszokott Godzilla, ami egy másmilyen lény volt. E egyébként, ha már Jurassic Park, ugye ide a Jurassic World-nek a befejező része. És mindenki benne lesz. Talán ebbe a műsorban is ki kéne beszélni, szerintem izgalmasnak, izgalmasnak tűnik egyébként a trélerek alapján, remélem az is lesz. De a trélerek alapján már felvetődik egy jogos fizikai kérdés, hogy a raptorok, azok elől van olyan jelenet, amikor egy ember tud elfutni, épp hogy van olyan jelenet, amikor egy motor tud, tud épp hogy elmenni előlük. A raptor nem tudott olyan gyorsan futni a valóságban. Világos, világos. Hát de itt már minden, itt már ugye de, ilyen... De előr, de erről, már írtam me, erről írtam egy Utáns nagyon Raptorok. jó, nagyon hosszú majdnem, majdnem 30 oldalas tanulmányt, hogy a valóság és a Jurassic Park mennyire különbözik egymástól, úgyhogy ha lesz erről majd parallaxis adásunk, akkor itt jó sokat fogok ezekről beszélni. Hát legyen. 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 Izgalmas, izgalmasnak tűnik. Most így a végén, így ha már ilyen promóciós vonalra léptünk, akkor beszéljünk pár szóban arról, hogy hát Claudia neked elstartolt néhány héttel ezelőtt a Subgenre című műsorod, ugye az első adás Markovics Botonda, Brendol Hekettel volt, és kérlek, el, hogy a második adásban miről fogtok beszélgetni, ugye ez áprilisban érkezik Igen. majd. A második adásban a, ugye most kerül fel, ahogy megjelent az HBO Max magyarul, ha jól mondom. Most kerül fel magyarul a 11-es állomás című könyvnek a sorozata, ez egy egy évadó, ha jól tudom, egy évados sorozat, rövid minisorozat. Ez a 11-es állomás, ugye röviden és tömören azt kell tudni, hogy ez egy bestseller, posztapokaliptikus skifi, ami egy olyan világban játszódik, ahol az emberiség, gyurván 80%-át kipusztította egy világi tehát miért is ne. Ö, hozzáteszem maga a regény, az még jóval a Covid előtt íródott, tehát ezt nem a Covid hozta ö, életre, inkább szerintem a szerző volt, aki amúgy női szerző, külön kiemelem, volt szerintem nagyon előrelátó. Miklós, te viszont, vagy te viszont már elkészítettél egy nagyon izgalmas beszélgetést egy későbbi adásunkba, ahol hát egy Nobel-díjas fizikussal beszélgettem, nem is akárkivel, aki azért nagyon nagyba befolyásolja a mai világnézetünket, vagy a világ egyetemről alkotott képünket. Brian schmidt beszélgettem, akit még régebben valamennyire ismertem, egy iciri picirit, tehát hogy voltam egy előadásán még, amikor Németországban dolgoztam. Ő egyébként egy ausztráliai, amerikai születésű ausztrál csillagász, vagy hát asztrofizikus, és igen, ő az egyik társfelfedezője annak, hogy a világegyetem gyorsulva, tágul. Ugye azóta vagyunk teljesen zavarban, hogy ugye ez, miből is van ez az univerzum, mert kiderül, hogy egy nagyon nagy része, úgymond, ez a sötét energia ami pontosan az, ami gyorsítja a tágulást, aminek amúgy egyébként lassulnia illene, hogyha nem lenne ott ez a plusz tag, az a, amire Einstein állítólag azt mondta, hogy élete legnagyobb tévedése volt, hogy beleírta az egyenletbe, de aztán kiderült, hogy még itt sem tévedett Einstein, mert az ott van, és gyorsítja az univerzum tágulását, és egy óriási rejtély. Arra voltam kíváncsi, amikor vele beszélgettem, hogy, hogy egyrészt hogy hitte el, hogy ez jött ki, másrészt hogy tudták erről meggyőzni a tudományos közvéleményt. És szerintem egy nagyon érdekes beszélgetés lett. Ezt ugye később időpontban halljátok majd itt a Parallaxisban, de a Patreonos támogatóinknak előbb közé fogjuk tenni majd, úgyhogy érdemes feliratkozni ránk, vagy előfizetni ránk a patreon.com, vagy patreon.com per Parallaxis oldalon. És még így zárójelben azért beszélgessünk, ugye ezt a Műsort most a megjelenéséhez képest jóval korábban rögzítjük, viszont ugye nem mehetünk ezt szó nélkül amellett, ami a szomszédunkba folyik, ugye Ukrajnába. Miklós, röviden, ha össze tudnád foglalni, nyilván ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy téma, és nyilván mindenki hallgassa a szokolébresztő relevánsodásait ehhez meg, de de mit lehet elmondani ebben a témában, vagy mit lehet erről elmondani, hogy, hogy ez megváltoztatja most a, az űrkutatással kapcsolatos ö, ö, felállást a világban? Meg. Igen, ez most megváltoztatja. A kérdés csak az, hogy ez meddig áll fönt ez az egész helyzet, és persze, mivel mondtad, hogy később kerülünk adásba, ezért ö, Végül is el tudok képzelni olyan forgatókönyvet, hogy, hogy ez megváltozik addigra. De hogyha úgy, úgy vannak a dolgok, hogy most, most fekszenek, akkor olyan nagyon fontos küldetések, mint például hát a szívem az ExoMars, ami a Mars életkeresésére indult volna, európai-orosz koprodukciós űrszonda, az hát akkor minimum két évig a földön marad, de lehet, hogy örökre. Tehát, hogy. És akkor persze itt vannak a kérdések a nemzetközi űrállomással: itt vannak azok az amerikai rakéták egyébként, amik, amik orosz rakétahajtóművekkel mentek föl, többek közt az atlasz rakéták, például az Atlas 5, ami részben személyzet szállító űrhajót is vitt volna, ezek nyilván ezek nem fognak ö, ilyen módon funkcionálni, akkor se helyreáll a viszony. Mert hogy azt fogják mondani az amerikaiak, hogy nem kockáztatunk még, még egyszer ilyet, és akkor mostantól mindenhez a saját hajtóvőket fogjuk használni. Nyilván az oroszok eddig egy megbízható partner voltak, mind európai, mind amerikai viszonylatban. Mostantól ezek az országok vagy országcsoportok nem fognak olyan megbízható partnerként tekinteni rájuk, akkor sem, hogyha ha itt helyreáll a dolog valamilyen szempontból, tehát mármint úgy értem a helyreállást, hogy beszélő viszonyba kerülnek ezek az országok vagy az űrügynökségek egymással, akkor is azért ez egy hosszú távon ez nagyon durva átrendeződést. A mi ö, magyar hunor programunkra ez, ez milyen kihatása lehet? Ugye, lehet, ugye itt nem csak arról van szó. Szerencsére lenne semmi. Igen, ez a szép az egészben. Mert a Ferenc eredetileg az oroszokkal akartak volna szerződni, és akkor ez most egy nagyon csúnya szívás lett volna. De végül ugye az Axiom Space-szel szerződtek, ami egy Houstoni cég, aki lényegében a Dragonra árul jegyeket, az Elon Musk féle űrhajóra, ami ilyen szempontból biztonságosabb. Most az, hogy egyáltalán jut-e pénz a hunorra, az megint egy más kérdés, hát nyilván egy gazdaságilag, ez senkinek nem jön jól, ez, ami jelenleg történik, tehát az viszont nagyon könnyen benne lehet a pakliban, hogy nem azért, mert nem férünk hozzá az orosz űrtechnikához, hanem egyszerűen azért, mert nyilván az első között lesz a költségvetés tételei közül, amit lehúznak, az az, hogy hunor a magyar embert az űrbe, Hungarian to orbit, ugye ezt rövidíti a hunor. Ez nagyon könnyen áldozatul eshet egy ilyen gazdasági recessziónak, ami kinéz. Persze. No, hát akkor jól lehúztuk itt a kedvet a műsor végén, de hát ilyen az élet, sajnáljuk. Hát ezek ilyen idő. Igen, ilyen időket élünk, viszont azért remélem, hogy róla jól szórakoztatok itt egy kicsit, megkapargattuk a Godzilla vastag bőrének felszínét ebben a, ebben a mai műsorban és legközelebb is jelentkezünk majd Parallaxisra március 31-én érkezünk. Én nagyon várom ezt az adást is. Ez talán, talán kimondható, de Miklós kérek javíts is ki, ha nem. Kimondható, hogy talán ez is sokkal jobban tudományosan egy, egy megfogható és kibeszélhető dolog is, ugyanis a Holnap után című filmről fogunk beszélgetni. Ugye ez az, amikor hirtelen a golf áramlat bekrepál, és ettől jégkorszak köszönt a ö, Földnek elsősorban az északi féltekére, és ö, hát mindenki Menekül Mexikóba. Bemenekül a hideg elől a könyvtárba, de becsukják az ajtót, és ezért nem jön be a hideg. Igen, csodálatos, csodálatos film. Igen. Ezt, ezt én nagyon régóta szeretném ezt is kibeszélni, úgyhogy ez lesz a következő, amit, amiről fogunk beszélgetni itt a parallax úgyhogy március 31-én várunk titeket új résszel legközelebb, de természetesen a patreon.com/parallax oldalon. Ezt és a következő, és a következő, és a következő részénk. Is, sőt, minden podcastünk uh, epizódjait korábban meghallgathatják uh, azok, akik Patreonon uh, támogatnak minket, és ezt nagyon köszönjük, mert hát csak rajtatok múlik, hogy ez a és Univerzum ez működjön, táguljon, és... Uh, gyorsulva tágulja. Így van, így van, hogy a Brian schmidt idézve, vagy megidézve. No, köszönjük szépen a mai figyelmet, ez volt tehát a Parallax és 63. rész a godzilla beszélgettünk, természetesen várjuk az e-maileket, kommenteket, bármit ezzel a műsorral kapcsolatban, illetve valaki esetleg, ha van rá affinitása és van rá hozzáértése, akkor, akkor megtervezhet nekünk egy olyan Godzillát, t akit, aki a, a, a biológiának, a fizikának, mindennek hogy mondják, mindennek Eleget tesz, köszönöm szépen, eleget tesz, és ez nagyon kíváncsi lennék, hogy, 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 hogy néz neki. De Ivan is Ríkák, Claudia, és akire régóta nem szólalt meg, és Vince Mikros nevében, aki egyfolytában beszélt a műsorban, megköszönöm a mai figyelmet, és hát mi most elmegyünk pihenni. További kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, és ne felejtjétek, ez a formátum, annyira tökéletes, hogy képsem kell hozzá. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.